A mai előadás, a mai képzés két részből fog állni. Az első rész egy bemutató előadással megismerkedhetnek a PPH működésével. Belekóstolgatunk témákba. Ez 15 órától 16 óráig fog tartani, majd 20 perc szünet lesz, és utána 16.30-tól 17.50-ig van a tudatosságfejlesztés. Tehát aki ma fogja tartani az előadást nekünk, aki még nem ismeri őt közelebbről, legnagyobb tudású, tapasztalatú, mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője. Ő közel 3 évtizede dolgozik azon, hogy minél több embernek tudjon segíteni. Én személy szerint 4 éve ismerem őt, az elmúlt 4 év meggyőzött arról, hogy jobb helyre nem is kerülhettem, mint a PPH-ba, és az ő vezetése alá egy olyan embertől fogunk tanulni, aki csodálatos sikereket ért el az elmúlt 3 évtizedben. Mindig is segítő tevékenységre tette fel az zászlaját, egy olyan ember, akinek házas élete, családja, üzleti élete, tanításai, tanai kimagaslóak, és amit tanít, amit számomra szimpatikus, nagyon fontos, azt ő teszi is. És ez nagyon ritka dolog, amikor valaki egy ilyen vezető mellett dolgozhat. 1987 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel, való helyes bánásmód területén, 1991-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén, 1993-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, a személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. Több pénzintézet vezetője is volt. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több száz ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. 1984 óta házas, Budapesten él családjával. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. 1987 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. Vezetőnek több különleges képessége is lett. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz képes hozzátenni részletes információt és tudást. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára értetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt szerezni a múltról és a jövőről. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szerdacsik Miklóst, hogy kezdje el a mai képzést nekünk. Jó.
Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, illetve hát tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk ugye mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Kezdjünk akkor hozzá. Hát szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagy elégedett azzal, gondold végig, mennyire vagy elégedett azzal, amifelé halad a világ. Mi baj van a világ haladásával? Rossz irányba megy, jó? De mit jelent ez, hogy rossz irány? Nem jó irány. Oké, okay. Jó. Süllyed el, jó? Jó. És mi lesz akkor, hogyha ugyanebben az irányba halad tovább a világ szerinted? Mi várható? Süllyed el, jó? Hát akkor lapátoljuk a vizet kifele, nem? Vagy hordjuk ödörrel, vagy mit tudom én, szivattyúzzuk. Eltűnünk a föld felszínéről? Hát ugye látjuk azt, hogy a világ változik, nem? Vannak törekvések, arra vonatkozóan, hogy a világ jobbá váljon. Nem? Tehát nem csak általunk, hanem ugye szerte a világban. És hát vannak ellentörekvések, nem? Hogy az irányba menjen tovább, amifelé most halad, nem? Tehát mit csinál az a jelenlegi törekvés? Tehát ugye, ha megnézzük, mifelé halad a világ. Ugye az irányba halad a világ, hogy melegedjen a bolygó. Tehát, hogy... Ja, meg melegedjenek az emberek is, hogy micsoda? Hát igen, ez egy jó téma, ha jobban megnézzük. Hát gondoljátok végig, a hölgyek esetében azt akarják, hogy erősödjenek, nem? Férfiasodjanak. Nem így van? Már az öltözködésük is nagyon hasonlít a férfiakhoz, a viselkedésük is nagyon hasonlít. Majd lassan, nem tudom, figyeltétek-e, hogy idősödnek a hölgyek, úgy egyre mélyül a hangjuk. Tényleg. A férfiaké meg vékonyodik. Tényleg, na. A hölgyek erősödnek, a nők, tehát a férfiak pedig gyengülnek. Tehát ugye mondhatni azt, hogy a férfiak inkább egyre nőiesebbek, a nők meg egyre férfiasabbak. Tehát valahogy, mintha azt látnád, hogy így ilyen homogén társadalmat akarnának létrehozni, ahol a nemek ilyen, hát ilyen összemosódnak, nem? Vagy a férfiak meg a nők azok ilyen hasonlóak legyenek, nem? Öltözködésbe is, viselkedésbe is, úgy mindenbe. Mi nem ezt látjuk? Ezt látjuk. Tehát társadalmi szinten, ugye ez mire jó? Hát arra jó, hogy igazából hát ne szülessenek házasságok, ne jöjjenek létre házasságok, nem? Tehát hát ha nem lesznek házasságok, ugye akkor egyre kevesebb gyerek is születik. Tehát gyakorlatilag valahogy ezt akarják elérni. Nem? Na most lehetne azt gondolni, hogy hát ez valamilyen szinten jó, ha egyre kevesebb gyerek születik, mert akkor egyre kevesebb lelket kell belerakni a testbe. De hát jó, de azok a lelkek már itt vannak. Csak éppen le kellene születniük egy testbe, mert valószínűleg már volt itt előző életük. Tehát ami azt jelenti, hogy
Hát nem annyira jó, hogyha azt nem akarják, hogy legyenek gyerekek, de azért születnek gyerekek, mert a világon meg növekszik a lélekszám. Tehát végül születnek gyerekek, nem? Akkor megnézed valahogy a fajokat is próbálják összekeverni. Tehát nem elég, hogy a nemeket próbálják összekeverni, valahogy a fajokat is próbálják összekeverni, nem? Tehát, hogy a fehérek, meg a barnák, meg a feketék, meg a sárgák valahogy keveredjenek össze, nem? És akkor abból is legyen egy ilyen homogén faj. Nem? Ilyen, hát nem tudom, a sárga szint, a barna szint, a fekete szint, meg a fehér szint összekevernénk, abból mi fog kisülni? Valami kisül, az biztos. De mint ezen a téren is lenne ilyen tehát homogén faj jöjjön létre, ilyen vegyes felvágott, nem? Akkor, ha megnézed, törölnék el a határokat, nem? Tehát, hogy ne legyenek határok, ilyen uniószerű működés legyen, ne csak Európában, hanem világviszonylatban. Tehát ott se ilyen közösségi jelleggel szerveződjenek a dolgok, hanem ilyen valahogy ilyen, ott is ilyen, hát nemzetségtől, nációtól független legyen a bolygó, nem? Tehát gyakorlatilag valahogy afelé megyünk, hogy minden ilyen, hát ilyen egységes szerű legyen, nem? Na most hát volt ilyen rendszer, hogy minden egységes legyen, ha végig gondolod, ahol a ruhák is egységesek voltak, a munka is egységes volt, minden egységes volt. Ha jobban visszagondolsz, mi ezt megéltük. Hát ezt úgy hívták, hogy szocializmus, nem? És az a szocializmus az előkészülete volt a kommunizmusnak. Nem? Tehát ott volt például olyan, hogy egyenruhába jártak az emberek. Hát most is, ha megnézed, hát most is egyenruhába kezdenek járni az emberek. Jó, nem itt a terembe, de ha kimész az utcára, és mondjuk beülsz bármilyen boltba, vagy bárhova bemész, és nézed, például, hogy milyen nadrág van az embereken, akkor rájössz arra, hogy 10-ből 8 farmert hord. Nem? Nők, férfiak, egyet. Tehát egyformán. Tehát, hogyha jobban megnézed, a farmer alapvetően ugye kék színű. Tehát az azt jelenti, hogy kék, nadrág, egyenruhába járnak már az emberek. Miért nem így van? Tehát megpróbálják a nemeket valahogy úgy egyformává tenni, megpróbálják a népeket úgy egyformává tenni. Ha ezt jobban megnézed, akkor ez egy ilyen szocialista, kommunista törekvés. Kapitalizmusnak álcázva. Tehát ha megnézed, a szocializmusban kié volt a hatalom? A párté. Nem az embereké. A párté volt a hatalom. Ami azt jelenti, hogy akik a párttagok voltak, és abban a párt magasabb vezetéséhez tartoztak, azok anyagi szempontból is jól jártak. Tehát volt egy szűk réteg a szocializmusban, aki az átlag felett élt, mert párt funkcionárius volt, nem egy egyszerű párttag, hanem párt funkcionárius. Na most, ha ezt jobban megnézed, az országban nem egy nagy létszám volt. Na most, ha ezt megnézed nagyban, ez a törekvés. Hát most ugye a hatalom és az ahhoz kapcsolódó pénz rendelkezési jog az a párté volt. Emlékezzetek rá. Tehát a párt rendelkezett a pénz felett, a párt hozta a törvényeket, a párt funkcionáriusai éltek a legjobban, nem? Ők voltak a
cégvezetők, a cégekben az első számú vezetők, a pártfunkcionáriusok voltak. Ha valaki nem volt pártfunkcionárius, akkor nem is lehetett cégvezető, stb. Stb. És ha jobban megnézed, mi felfelé haladnánk. Nem csak nem országszinten, hanem világszinten. Világszinten afelé haladunk, hogy egyenruha legyen az embereknek, minden férfi és nő az gyakorlatilag egyenlő legyen, tudod, tehát még nemiségben is. Érted? Ne legyenek nemzetek, és akkor van egy vékony, szűk hatalom, amely hozza a törvényeket, amely gazdálkodik a pénz felett, amely megszabja, hogy neked mennyi pénzed lehet, mint a pártállamban. Emlékezz rá. Miért nem így van? Csak ezt bolygószinten kezdik megvalósítani. Tehát lenne egy szocialista, kommunista, nem kapitalista, mert a hatalomban lévőké lenne az összes vállalat, az összes termelés. Tehát mondhatnánk, hogy a hatalomban lévő emberek a párt. Csak nem pártnak nevezik magukat, de pártoskodnak. Tehát ők összebeszélnek, összeszervezkednek. Ők nem látszólag nem pártba vannak tömörülve, de mégis tömörülve vannak. Övéké a hatalom, és el akarják érni azt, hogy a hatalom révén övéké legyenek a vállalkozások is. És te a vállalkozásokban dolgoznál, mint alkalmazott, mint a szocializmusban. Az állami cégeknél dolgoztak az emberek. Az állami cégek meg nem az országé volt, hanem a párté. A párt rendelkezett felette. Tehát hiába azt tanultuk, hogy minden az embereké, de gyakorlatilag mindenről a párt rendelkezett. És a párt az egy szűk réteg volt. Az nem az ország volt, az egy szűk réteg volt. Miért nem így volt? És ha megnézitek, e felé megyünk. A kapitalizmus azt a célt szolgálja, hogy koncentrálódjanak a vállalkozások, koncentrálódjanak a termelés, koncentrálódjon a tenyésztés, minden, ez egy szűk hatalmi réteg kezébe legyen. Érted? Tehát gyakorlatilag megnézed, haladunk a szocializmus, a kommunizmus felé. Csak ezt burkoltan csinálják. Érted? Nézd meg! Nézd meg! Pontosan e felé haladunk. Nézd meg! A nagy hal megeszi a kicsit, a még nagyobb hal meg megeszi a nagyot. Nem így van? És koncentrálódik minden egy szűk elit kezében, akiket, hogyha visszanézünk a szocializmusba, úgy hívták, hogy párt, hát most nem pártnak hívják, hanem hatalomnak, vagy multinacionális cégeknek hívják. Na most ugye tudjátok, hogy a szocializmusban ott nem volt szólásszabadság. Ott egymás közt beszélhettél azt, amit akarsz, de már kifele nem. Tehát négy fal közt beszélhettél bármit, de azt is elsősorban csak a hozzátartozóiddal, mert mondjuk egy besugó besughatott. E felé megyünk, nézzétek meg. A szocializmusban minden kontroll alatt volt, minden és mindenki. Ha munkahelyeden nem úgy nyilatkoztál, akkor a besugók már vittek is el. Mármint nem a besugók, hanem a besugók besugtak, és akkor az ávó vitte is el az embereket. Tehát e felé megyünk, nézd meg. Csak világszinten. Tehát, hogyha logikusan megnézed a folyamatot, akkor látod azt,
hogy pont a pártállamiság felé megyünk, csak nem állami szinten, hanem bolygó szinten. És a párt az a 13 család, meg a slepje. 300 család. De inkább 13 dinasztia és 300 dinasztia, mert ezek dinasztiák, tehát nem család. Tehát ez a 300 család, ez jóval több, ez valami 7000 család igazából, csak dinasztia. Tehát ugye azt jelenti, hogy a rokonai, unokatestvérei, stb. Stb. Az egy külön család mindegyik. De ugye a családok, a dinasztiák, azok egy tőről fakadnak. Érted? Tehát megyünk szépen a kommunizmus felé. Világkommunizmus. Érted? A világkommunizmus felé. És erre kiváló eszköz a kapitalizmus. Ha megnézed, a szocializmus előtt is a legtöbb országban kapitalizmus volt. Nézd meg! Kivétel az oroszoknál, mert ugye ott még feudalizmus-szerű működés volt, de az összes többi országban kapitalizmus volt. Nálunk is kapitalizmus volt előtte. És a kapitalizmusból lett egy átmenet, ugye, a szocializmusba. Hát most ezt csinálják nagyba. Nem tudom, tudod-e, hogy a szocializmus az egy világuralmi törekvés volt. A szocializmussal váltották volna be azt, amire most törekednek, hogy egy hatalom legyen az egész bolygón. Tehát a szocializmussal beváltották volna azt, hogy ne legyenek országok, ne legyenek nemzetek, ne legyenek népek, hanem egy világhatalom irányítsa az egész bolygót. Na most ez akkor nem jött össze. De most már ezzel a címszóval nem tudják ezt megcsinálni, de nézz át a függönyön, és látod, hogy a törekvés ugyanaz. Ugyanaz a törekvés, csak más van az emberek elé tálalva. De a tálon ugyanaz van, csak másként néz ki. Érted? Szebben van tálalva. Na most az a baj, hogy az emberek nem látják ezeket, tehát valakiknek fel kell erről világosítani. Hát akkor mit lehet tenni? Hát mit lehet tenni? Tehát mit lehet az ellen tenni, hogy van egy ilyen törekvés, hogy ilyen egyeduralmi rendszert, ilyen diktatúrikus rendszert vezessenek be az egész bolygón, mint ami volt a szocializmusban. Ugye megnézed, Magyarországon sem Kádár diktált meg Rákosi, hanem az oroszok. Hát, ha jobban megnézed ezt a kérdést, mit lehet ez ellen tenni? Tehát a tudatlan embereket lehet megvezetni. Ez az alap dolog. Miért tudták a szocializmust bevezetni Leninék? Azért, mert Oroszországban volt a legtudatlanabb a nép. Nem vicc. Tehát nagy tömegben, egy helyen az oroszok voltak a legtudatlanabbak. Utána hol tudták ezt hosszú ideig művelni, még mindig is művelik. Valamilyen szinten Kínában. Miért? Mert a kínai nép is ugyanúgy tudatlanságba szenvedett. És ha az emberek tudatlanok, akkor bármit fel lehet nekik tálalni. Tehát egy éhes ember, ha például ki van rakva mindenféle étel, és egyiket se ismeri, fog belőle lenni? Ha persze. Tehát gyakorlatilag egy éhes embernek bármit föl lehet tálalni, nem?
Szinte. Tehát az embereket tudatlanná kell tenni, ne ismerjenek semmit, és ha tudatlanok az emberek, akkor el lehet náluk érni, hogy azt higgyék, hogy az a jó nekik, mint a szocializmus. Az oroszokat úgy tudták rávenni, hogy az oroszok azt hitték, hogy nekik az lesz a jó. Hát az életszínvonal az sokkal alacsonyabb szintre süllyedt a szocializmusban, mint előtt a cári rendszerben volt. Tehát megnézed például ugyanígy Magyarországon. Magyarországon is, jó, itt volt azért ugye a háttér az oroszok, az erősebb kutya él nem életet, tudod? És ugye azoknak a hatása azért érvényesült ránk, hogy itt is bevezették szépen a szocializmust. Elérték az embereknek, hogy milyen jó lesz nektek, mert a szocializmusban az emberek földet kapnak, meg mindenféle hülyeséget kitaláltak. Az nem, hogy földet kaptak, hát elvették a földet. Szóval, hát ugye megnézitek a politikába. Ígérnek dolgokat választások előtt, és utána nem tartják be. Nem így van? A szocializmusban is ígértek előre dolgokat, és utána nem tartották be. A szocializmus előtt is ígértek dolgokat, hogy milyen jó lesz, ha szocializmus lesz, és utána nem tartották be. Tehát ha a nép tudatlan, akkor azt csinálnak az emberekkel, amit akarnak. Tehát akkor mi a megoldás? Hát a tudás, nem? A tudatosság. Tehát az embernek el kell azon gondolkodni, hogy a te életed, amit te élsz, ahogy te élsz, mennyire szolgálod azt a rendszert, ami most a kommunizmus felé halad. Gondold végig. Ha alkalmazott vagy, szóri, de szolgálod. Ha állami alkalmazott vagy, még inkább. Ha multicégnél dolgozol, akkor szintén nagyon szolgálod. Ha valami multicégnek valami alvállalkozója vagy, akkor is szolgálod. Tehát az embernek azon kellene elgondolkodni, hogy az én saját életem az mennyire szolgálja azt a törekvést, ami felé a világ halad. Nem? Nem ezen kellene elgondolkodni? És el kellene azt érni előbb-utóbb, hogy lehetőleg minél kisebb mértékben, vagy a lehetőleg mondjuk azt, hogy majdnem sehogy ne szolgáld. Nem? Ugye azt most nem lehet elérni, hogy valamilyen szinten ne szolgáld, de hogy ne olyan mértékben szolgáld, mint ahogy most szolgálod, azt el tudnád érni. Tehát gondolkozzatok el még egyszer azon, amit elmondtam. Minden törekvés azt mutatja, hogy megyünk a kommunizmus felé. Nem az aranykor felé, a kommunizmus felé. De nem a kommunizmust akarják megvalósítani, mert az alapvetően nem lenne rossz. Hanem tudod, mit akarnak megvalósítani? A szocializmust. A világ szocializmust. Hát nézd meg! Hát szocializmus. Hát vannak olyanok, nekem mikor azt mondják, hogy szocialista párt, mindig a szocializmus ugrik be. Nem? Hát nyilván egy fiatalnak nem az fog beugrani, mert ők nem érték meg a szocializmust. Nekem rögtön azt mondják, hogy szocialista párt, és kapitalistának mutatják magukat, nem? De rögtön a szocializmus ugrik be. Hát ők is szocialistáknak nevezték magukat, nem? Nem?
Tehát mennyire szolgálod azt, ami felé tart a világ. Tehát mivel tudod szolgálni? Elsősorban a munkáddal, másodsorban a vásárlásaiddal. Nem? Hát ezzel szolgálod. Például, mit tudom, csak mondok dolgokat. Télen minél jobban használod mondjuk a gázt a fűtésre, vagy a villanyra fűtesz a villanyt, vagy bármi, amit ők szolgáltatnak. Hát annál több hasznot termelsz nekik. Nem? Minél több vizet használsz, amit ők szolgáltatnak, annál inkább szolgálod őket. Nem? A bankban minél több pénzt tartasz, annál inkább szolgálod őket, nem? Gondold végig. Akkor vásárlásaiddal. Ha mondjuk olyan dolgokat veszel, aminek semmi értelme igazán, akkor őket szolgálod, nem? Én tudom, hogy ezek kemény dolgok, de érdemes lenne elgondolkodni ezeken, nem? De nehogy azt gondolt, hogy most erről hallottam valamit, vagy olvastam róla. Sőt, inkább azt mondanám, hogy az ellenkezőjét hallottam mostanában. És mégse az ellenkezőjéről beszélek, mert az meg nem valós. Az nem valós kép. Tehát az a valós kép, amifelé haladunk, az a valós kép. Nem a felé, amit elképzelnek bizonyos emberek, hogy merre kellene haladni. Tehát egyetlen egy megoldás van, hogyha az emberek szépen tudatosodnak, és a saját életük irányítását elkezdik a saját kezükbe venni. Nyilván reális módon. Nem irreális módon. Tehát nyilván ennek a kornak megfelelően. Nyilvánvaló. Világos ez? Tehát ez lenne a jövő, tehát úgy tudna az ember. Tehát nem lehetett volna Oroszországban szocializmus, hogyha az emberek tudatosak lettek volna. Érted? Nem lehetne kapitalizmus, ha az emberek tudatosak lennének. Tehát ott lehet az embereket kizsákmányolni, ahol tudatlanok az emberek. Persze a hatalom az gondoskodik róla, hogy az emberek tudatlanok legyenek. És akkor a legtöbb ember ehhez asszisztál. Hát jó, ez így nekem, úgy, mint a többinek. Hát nehogy kilógjak már a sorból. Tudod, mit csinál az óvoda meg az iskola? Azt éri el, hogy nehogy kilóg már a sorból. Ez a dolga, hogy ezt eléri az embereknél. Nem vicc. Kifejezetten szocializáló célja van az óvodának meg az iskolának. Tanítják azt, hogy nem lesz szociális viselkedésű az, aki nem jár óvodába meg iskolába. És ezért kötelező. Hát akkor régen mindenki hülye volt, nem? Mert nem jártak iskolába meg óvodába. Hát ez nem egészen így van. Szellemileg régebben fejlettebbek voltak. Az embereknek legalább régen volt józan paraszt eszük. Nem? Igaz. Tehát látjuk, hogyha jobban belenézel, hogy hova halad a világ. Megyünk a világszocializmus felé. Megnézed,
az orosz, tehát Szovjetunióban ki volt az első számú vezető? A pártnak a vezetője, nem? Elnöke. Ugye nálunk is ki volt a párt vezetője, a pártnak az első számú embere. Nem? Az volt az ország vezetője. Tehát az egész orosz, tehát Szovjetunióban az volt a Szovjetuniónak, mit tudom én, a világ egyharmadának a vezetője. Ez a jövőben úgy lenne, hogy a Rócsi család feje, akit úgy hívnak, hogy Pindár. Nem ez a neve, csak a 13 családnak a vezetője az a Pindár. Ez a hivatalos elnevezése. Tehát ő lenne a világszocializmusnak a feje. Nyilván a 13 család lennének a pártvezetők, tudod. És a 300 dinasztia az meg lenne a pártfunkcionáriusok. Azokban lennének a cégvezetők, meg a stb., de mind csak a hatalomban lévő emberek, senki más. Ugyanúgy, mint régen, aki nem volt benne a hatalomban, aki csak egy sima, akár egy sima, egyszerű mezei pártag volt, az mit kezdett vele? Semmit nem kezdett vele. Attól ugyanolyan átlag volt, mint a többi. Érted? Na, ugyanez lenne. Az emberek, sima átlag emberek, akik kiszolgálják a hatalmat. Te a szocializmusban mindennel a pártot szolgáltad. Miért nem így volt? Hát pont így volt. Tehát abból azok tudtak valamilyen szinten kevésbé szolgálni már a Kádár időszakban, akik ilyen magán termeléseket folytattak. Ilyen kisipari dolgok, vagy még kisiparosok sem voltak. Mint például anyósom még, hogy tenyésztettek állatokat. De gyakorlatilag a nagy része az szolgálta a rendszert. És elfelé megyünk. Na nézzük akkor, ugye egy olyan világot élünk már, hogy csak a saját érdek az nem vezet eredményre. Tehát kellene egy olyan fajta tevékenységet az embernek folytatnia, amivel mások érdekeit is szolgálja. Tehát ha ezt nem tesszük, akkor nem a kornak megfelelően végezzük a tevékenységünket. Tehát nem élhet már itt a 21. században úgy az ember, ahogy mondjuk a 20. században éltek. Ugye ezt jól tudjuk, hogy már az önérdek itt nem érvényesül. Na itt a kulcskérdés, amit ugye nem tudom, már többször fönn volt ez a kérdés, hogy mi az értelme az életednek? Hát a legtöbb ember úgy gondolja, hogy az az értelme az életének, hogy ő megszületett, fölnevelték őt, egyen, igyon, szórakozzon, legyen gyereke, fölnevelje a gyerekét, majd lesz unokája abban, annak a nevelésébe is, besegítsen. És akkor gyakorlatilag ennyi. Nem? Egyen, igyon, szórakozzon. És legyen gyereke. Nem? Alapvetően. Azt gondolják, hogy ez. Ez az értelme az életnek. Hát elég érdekes hozzáállás, nem? Hát mi az értelme az életnek? Mi az értelme az életnek? Kérdezem tőletek. Így van, a szellemi fejlődés, a lelki fejlődés. Az az értelme az életnek. Hogy tudunk szellemileg és lelkileg fejlődni? Tanulással, így van, aztán? Tessék? Hát ugye úgy tudunk, hogyha azokat megéljük, amit meg kell élnünk.
Nem? Hát honnan tudja, hogy az ember, hogy mit kell megélnie? Előre. Na most, honnan tudod, hogy te mit fogsz megélni előre? Nem tudod? Honnan tudod előre, hogy mit fogsz megélni, mert úgy kellene az életedet élni, hogy tudnod kellene, hogy előre mit fogsz megélni? Na honnan tudod ezt? Tessék? Hangosabba. Hát az úgy kevés önmagában, hogy a küldetésedből, a számaidból. Hát a számaidból tudod, hogy mit kell megélned. Ha megnézed a számaidat, akkor tudod abból a számokból, hogy mit kell megélned. Tehát például mondjuk vannak főszámok, ugye van egy olyan, hogy mi a küldetésünk, van egy olyan, hogy mi a foglalkozásunk, és van egy olyan, hogy mi a személyiségünk. Ugye ez a három főszám. Akkor van egy olyan, hogy milyenek voltunk gyerekkorban, van olyan, hogy milyenek leszünk időskorban, vagy milyennek kellene lenni. Akkor van egy olyan, hogy belsőjén, külsőjén. Nem? És akkor azon belül ott vannak a szépen a számaink. Megnézzük, hogy azokból, amiből sok van, azokból, amiből hiány van például. És az ember szépen látja ezekből, hogy mi várható. Nem vicc. Például egy olyan személy, akinek a küldetés száma 1-től 9-ig valamelyik, ugye az tudja, hogy ő nem olyan, mint ami a küldetése. Neki olyanná kell válnia. Na most, ha valaki nem olyan, amilyen a küldetése, akkor ugye azt is tudnia kellene, hogy mit kell ahhoz megélnie, hogy olyanná váljon. Tehát, mondok egy példát. Mit tudom én, mondjuk valakinek 6-os a küldetése. Most ez jutott eszembe. Ez azt jelenti, hogy harmonikus. Harmónia. Tehát tuti, hogy olyan dolgokat fog kapni az életében, ami pont ellentéte a harmóniának. Tehát nem lesz például harmonikus párkapcsolata. Hogy biztos? Jó nehéz párt kap, akivel nem tud harmonikus lenni. Hát nem a könnyű dolgokból tanulsz, hanem a nehézből. Tehát akkor tudja az a 6-os, vagy tudnia kellene, hogy nehézségei lesznek ezen a téren. Hogy olyan szemét kap, akivel pont nehézségei lesznek. Stb. Stb. És minden személyiségjegynél ezt meg lehet nézni. Tehát mit tudom én mondjuk, egy egyes. Tudja azt, mondjuk egyes a küldetésszám, hogy neki meg kellene tanulnia vezetni az embereket. Ezért állandóan mindig őt akarják vezetni. Tehát tudnia kell azt, hogy állandóan olyan embereket fog kapni, akik állandóan vezetni akarják őt, és ez neki piszok rosszul fog esnie. Ami azt jelenti, hogy az illető előre borítékolhatja, hogy mik fognak az életében megtörténni. Vagy mondjuk nézzük egy kettest. Ugye segítő. Neki segítővé kellene válni. Ami mi lesz? Az azt jelenti, hogy például úgy ki fogják használni, hogy csak úgy fütyül. Tehát eleve borítékolni lehet belőle, hogy az életben neki nagyon sok problémája lesz azzal, és fogja kapni,
hogy kihasználják őt az emberek. Akkor a másik, hogy nem tud nemet mondani. Ezáltal egy csomó olyan problémája lesz az életben, ahol mindenki mindent tőle akar majd, és ő nem tud nemet mondani, és szétforgácsolódik. És tele lesz ilyen problémákkal. És akkor lehetne végigmenni az egész 9 számon. Tehát mindenki előre láthatja, hogy milyen problémákkal fog szembe találkozni. Tehát az azt jelenti, hogyha már néztem 2 számot, mondjuk a 6-os meg az 1-est, akkor a 6-osnak meg kellene tanulnia azt, hogy az emberekkel harmonikus kapcsolatban legyen, és elsősorban a párján keresztül kellene ezt bizonyítania. Na most, hát hogyha neki kell mindent megélnie, akkor fog aztán kapni hideget, meleget. Hogy megéljen mindent. De, ha neki van egy olyan lehetősége, hogy legyenek emberei, csapata, akik nem harmonikusan élnek, és azoknak a tapasztalatából ismerítsen, akkor neki nem kell megélnie mindent, amit neki meg kellene élnie, mert nem kell megélnie, mert megélik az emberei, a csapatában lévő emberek. És ugye mikor értesül az ember, hogy mi történik a csapatában? Ha ő annak a csapatnak a vezetője, ha nem ő annak a csapatnak a vezetője, akkor ő nem tud semmit arról a csapatról, meg nem is fordulnak hozzá tanácsért. Na most képzeld el, mit tudom én, mondjuk egy olyan személyhez hozzáfordulnak tanácsért, akinek harmonikusnak kellene lenni, és pont nem az. És olyan fordul hozzá, akinek szintén ez a problémája, hogy harmonikusnak kéne lenni, és nem az. És erre mit csinál mondjuk az, aki tanácsot adna, mint vezető? Nagyon egyszerű a helyzet. Azt mondja, hogy ha még nem tudja, akkor utána nézek, de ha tudja, akkor figyeld, így és így csináld. Hát a basszus kulcs, ezt én tanítom, de nem csinálom. Nem mondja neki természetesen, hanem csak úgy magába, tudod. Hát azért nem kéne csinálni. Hát ma már tanítom. Vagy nem kellene ezt csinálnom is. És akkor szépen ráveszi magát, hogy hát basszus kulcs, olyan jól elmagyaráztam neki. Olyan jól átadtam a módszert. Hát akkor annak alapján már csak csinálom. Na akkor meséljetek már, vagy gondolkozzatok el magatokon, vagy magatokba azon, hogy hogy lehet ezt másként csinálni, hogyha valakinek nincs saját vezetésű csapata. Hát úgy, hogy mindent megél. Nem tud másként. Érted? Mindent megél, meg még az ellenkezőjét is. És akkor szenved, tudod? De miért szenved az ember? Nagyon egyszerű, tudod, miért szenvedünk? Ha már aki. Ha mert van egy egónk. Az egónk miatt szenvedünk. Érted? Mert az egónk nem hagy dolgokat. Tehát az egója, egód nem hagyja azt, hogy fejlődj, az egód nem hagyja azt, hogy szervez, az egód nem hagyja, hogy kikerülje a komfortzónádból. Érted? Az egó nem akar a komfortzónából kikerülni.
Az ego az, ami akadályoz minket, embereket. Ha nem lenne ego, akkor azt mondanánk, hogy na akkor mit kell tanulni, mit kell csinálni, hadd csináljam, hadd tanuljam. Ez lenne. Hát de most képzeld, de oda mész valakinek és ajánlasz, hogy tanuljon. És milyen jó lesz neki, mert fejlődni fog. És akkor mit mond az ego? Nekem nem kell fejlődni, ma mindent tudok. Ma olyan okos vagyok. Hát nálam okosabb ember nincs is a bolygón. Ezt fogja mondani az egója. Neked nem kell tanulni semmit. Azt fogja mondani az ego. De mégis valahogy lecsitítod az egódat, vagy lecsitítja az az illető az egóját, és beül mondjuk egy képzésre. És akkor ott hallgatja a dolgokat, de az ego megszólal. Hát hogy néz ki az az előadó? Te erre az előadóra hallgatsz? Figyelj, ennyi hibát találtam ebbe az előadóba. És akkor azt mondja az illető, milyen igazad van tényleg? És akkor fogja, abba hagyja a képzést. De hát semmi gond, ha valaki szeret szenvedni, az ego miatt szenvedünk. Mert ha nem lenne egónk, akkor tényleg az lenne, hogy na akkor mit kell csinálni? Mit kell tanulni? Ja, azt csináljam így? Jó, rendben, már csinálom is. Ez ezt jelenteni, nem vicc, komoly. Azt mondtad, hogy ezt csináljam? Már csinálom. Hol kell elkezdeni, ha nem lenne ego? Oké? De mit mond az ego? Ó, hát nehogy már okosabb legyen, mint én. Hát én tuti okosabb vagyok. Tehát egy olyan fajta blokkot csinál bennünk az ego, ami egyszerűen megakadályozza, hogy haladjunk, fejlődjünk. De az ego is te vagy. Tehát most gondolj bele, mondjuk itt van az egyes szám, ha már az egyesről beszéltem. Megtanulja azt az ember, hogy hogyan kell embereket vezetni, és ezt csinálni kellene olyan szintig, hogy képes legyen valaki tanítani. És de úgy akar ide eljutni az ember, hogy még a saját egójának se tud parancsolni. Hát ugye elég érdekes lenne. Hát hogy akar valaki embereket vezetni, ha még a saját egójának se tud parancsolni? Jó kérdés, nem? Az egódnak parancsolni kell. Fogd be a szád! Nem az embereknek kell mondani, hogy fogd be a szád, meg hallgass, hanem az egódnak. Érted? Ha az egódnak parancsolsz, képzeld el, szót fogad. Nem tud más tenni. Szót fogad. Tehát, hogyha az ember azt akarja, hogy fejlődjön, tudatosodjon, akkor tanulnunk kell. És rendelkezni kell saját magunk által létrehozott csapattal.
Mert akkor fognak veled megosztani információkat az életükről. És akkor tudsz más életéből is tanulni. Nem csak a saját életedből. És minél nagyobb lesz a csapatod, annál több ember életéből tudsz tanulni. És nem kell ezáltal megélni azokat a helyzeteket, amit ha nem lenne csapatod, meg kellene élni. Tehát ezért van úgy kialakítva az egész rendszerünk, hogy ki van alakítva. Ugye nekünk van egy szervezetünk, a PPH, Problem Prevention Holding. Ez a szervezet. Ennek a szervezetnek van egy akadémiája. Úgy hívják, hogy Nemzetközi Nyílt Coach Akadémia. Röviden nyílt akadémia. Van benne egy szó, hogy coach. A coach azt jelenti, hogy edző. Tehát mi coachokat képzünk, ez egy új szakterület. Az új szakterületen könnyebb működni, mint egy régi szakterületen, mert az új szakterületen alig van konkurencia, vagy nincs. Egy régi szakterületen meg kismillió konkurencia van. Tehát mi egy olyan területen dolgozunk, ahol nem igazán van konkurenciánk. A coach ember és életjobbító. Ezt jelenti a mi értelmezésünkben. Tehát képes az embert és az életet jobbítani. Egy coach kérdésekkel rávezeti a jelöltjét arra, hogy mi a problémája valódi oka, és mi a megoldása. Tehát a coach képes ember és életjobbításra. Ha képes a coach arra, hogy valakit rávezessen arra, hogy mi a problémája oka, és mi a megoldása a problémájának, akkor egy elég értelmes ember ahhoz, hogy a saját életét is gatyába rázza. Világos ez? Tehát a legfontosabb tudás az ember életében az, amit a mindennapokban tud használni. Nem? És amivel a saját életét, az életének minden területét jobbá tudja tenni. Tehát ahol el tudja azt érni magánál és másoknál, hogy mondjuk egészségesek legyenek. Hogy szeretetben éljenek. Hogy elismertség legyen a környezetükben. Hogy szabadon éljék az életüket az emberek. Nem rabszolgaként vagy szolgaként. És ahol van elég pénzük is. Tehát elég pénz. Nem kell sok pénz, elég. És ha ezeket megnézzük, akkor a coach erre mind megoldást tud nyújtani. És ez az egész úgy van kitalálva, ez a coach iskola, coach képző iskola, hogy lehessen szervezni saját csapatot. Tehát a coach képzés máshol nagyon drága. Nem is úgy mondanám azt, hogy nem kevés pénzbe kerül, inkább úgy mondom. Tehát coach képzést mondjuk óránként 3-4 ezer forintnál kisebb összegért nem kapsz. Óránként. Nálunk ez úgy van kitalálva, hogy bárki számára hozzáférhető, ezért nálunk az óradíj, ha valaki gyorsan dönt, akkor 330 forint. Óránként. Az első hónap ettől eltér, az duplája. Ha valaki sokat vacilál, akkor minden kétszer annyiba kerül. De még akkor is megnézzük, sokkal olcsóbb, tizede, mint máshol. De a legrosszabb esetben is ötöde. Azért csináltuk ezt, mert nekünk van egy küldetésünk.
Nem a kommunizmus bevezetése, hanem az aranykor bevezetése. De még nem is a szocializmus bevezetése, hanem az aranykor bevezetése. Az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek képesek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Egymással. Tehát nem magukba, egymással. Ehhez az kell, hogy az embereknek legyen olyan tudásuk az ember és életismeret területén, hogy képesek legyenek a problémáikat megelőzni. Képesek legyenek az élethelyzeteiket minden helyzetben helyesen kezelni. Képesek legyenek a céljaikat elérni. Inkább úgy mondanám, hogy célokat elérni. És képesek legyenek ezekben másoknak is segítségére lenni. Hogy olyan etikai szinten működjenek, tehát olyan erkölcsösen, olyan becsületesen, olyan tisztességesen éljék az életüket, hogy képesek legyenek együttműködni, tökéletesen vagy majdnem tökéletesen együttműködni emberekkel. Az aranykor azt jelenteni, hogy mindenki képessége szerint teszi a dolgát, tudása és képessége szerint teszi a dolgát, ahol nincs szükség hatalomra, központi irányításra, nincs szükség munkahelyekre. Ilyenekre nincs szükség. És mégis az emberek teszik a dolgukat. Nincs szükség pénzre. Oké? Egy olyan világ, ami jelenleg a bolygón nincs sehol. Ahol hasonló dolgok vannak, ott nagyon alacsony létformában élnek. Tehát nagyon szegényesen élnek. Tehát az aranykorban nincs szegénység. Oké? És az aranykorban a technikát maximálisan használják. És ez azt jelenti, hogy ezt kellene elérnünk, méghozzá 2035-ig bolygószinten. Nem sok az idő, ha megnézed, 16 év, nem olyan sok. Ahhoz, hogy ez nagy létszámú működés legyen, ezért van egy érdekeltségi rendszer, furcsa ezt mondani, de van egy érdekeltségi rendszer. A tanulók tandíjának a 72%-a az kifizetésre kerül azok számára, akik a tanulók szervezésében közvetlenül vagy közvetve vesznek részt. Ez azt jelenti, hogy anyagi szempontból is, ameddig van pénz, lehetőséget biztosítunk azok számára, akik tanulnak, hogy felnyissák az emberek szemét, és érdeklődést keltsenek a tanulás irányába, a fejlődés irányába. Hiszen fel kellene jutni az egyes, kettes, az emberek többsége egyes, kettes lelki szinten éli az életét, fel kellene jutni legalább a hatodik lelki szintre, a hétből. Mert az aranykorba csak azok juthatnak be. A többiek nem élik meg az aranykor eljövetelét. És ez azt jelenti, hogy nem kis dolgunk van. Nagyon sok embernek kell szólni. És nagyon sok embernek ki kell nyitni a szemét, akinek még nem lett kinyitva a szeme. Tehát aki bezárta magát az anyagi világba. Mert mindenki maga zárja be magát, mert nem így születtünk.
Tehát nem anyagi világba zártan születtünk, hanem bezártuk saját magunkat az anyagi világba. Tehát az emberek bezárták magukat az anyagi világba, és kicsit nagyobb látókörrel kellene rendelkezni ezáltal a szűk, tehát ki kellene lépni ebből a szűk látókörűségből. Tehát az anyagi világ egy szűk látókört eredményez. Tehát a világ az nem az anyagról szól elsősorban. A világ az a szellemiségről szól. A lélekről szól, és a lélek fejlődéséről szól. Nekünk, ameddig a világ világ, fejlesztenünk kellene a saját tudásunkat, a lelkünk tudását. Tehát nem tudom, te a következő életedben hogy szeretnél leszületni? Úgy, hogy megint törlik a tudásodat és indulsz nulláról, mint eddig? Vagy úgy, hogy nem törlik a tudásodat, mert tudod a tudásodat használni. És esetleg beszületni mondjuk egy olyan testbe, ami nem csak olyan 80-90 évig él, hanem esetleg több ezer évig. Érted? Tudod, miért nincs odafönt idő? Mert kortalanság van. Tehát csak ott nincs idő, ahol nincs kor. Tehát, hogyha egy lény öregszik, akkor az nem kortalanság. Tehát most gondolj bele, azért van számunkra idő, mert a halálodhoz képest ketyeg vissza az idő. Érted? De ha nem látnád a halálod végét, érted? Tehát nem tudnád azt, hogy meg fogsz halni. Tehát nem lenne számodra olyan, hogy halál. Akkor nem lenne számodra olyan sem, hogy idő. Érted? És a lelkünk számára nincs olyan, hogy halál. Csak a test számára. És ez a test, ez sajnos ilyen formában nem képes több ezer évig élni. Vagy több tízezer évig élni. És nem vagy arra képes, hogy fogod, kilépsz ebből a testedből, és átlépsz egy fiatalabb testbe. Mondjuk egy 20 évesbe. És gondolj bele, milyen jó lenne, hogyha mondjuk betöltöd azt a kort, amikor azt mondod, hogy már ez a test, ez nyűg. És fognád és belépnél avval a tudással, mondjuk egy 21 éves testbe. Akkor is lenne számodra idő? Akkor nem lenne. Tehát nem lenne számodra idő, érted? Mert kortalanság lenne, mert nem az lenne a lényeg, hogy a test hány éves. Érted? Hanem az lenne a lényeg, hogy te mit tudsz. Érted? Nem nagyon, úgy látom, még nem nagyon értitek ezt a részt. Na, mondom, el tudnád azt képzelni? Tehát a fenti lét az ilyen, hogy fogod, és nyűg már az a test, mert minden test elhasználódik, csak az emberi test elég hamar. A fentiek teste is elhasználódik, csak nem olyan hamar, mint a miénk. És amikor már nyűg ez a test, fogják, levetik, kilépnek belőle végérvényesen, és belépnek egy kész testbe. Nem egy újszülött testbe,
Mi a franc szükség van egy újszülött testre? Ugyan mondd már el. Az a maga tehetetlenség, az biztos sok embernek baromi jó. Nekem tuti, hogy nem. Nem. Félig meddig mesterségesen előállított. Most is tudnak már ilyet? Oké? Okay. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs például olyan, hogy karma. Nincs például olyan, hogy a szüleidtől milyen baromságokat hozol. Érted? Nincs olyan, hogy mit tudom én, végig a családi vonal iszákos. Nincs ilyen. Érted? Nincs olyan, hogy végig a családi vonal, a generációtól generációkig végig szeretet hiányos. Nincs ilyen. Vagy szeretet problémás. Nincs ilyen. Mert karmikusan nem hordoznak semmit. Egy tökéletes test. Érted? Hát annyira tökéletes, hogy azért lassabban, sokkal lassabban öregszik. De sokkal lassabban. Tehát ott kezdődik a probléma, hogy te karmikusan mennyi dolgot hoztál magaddal, saját magad által, vagy a családfád által. Érted? Gondolj bele, hogy megszülettél abba a családba, amiben megszülettél azért, hogy megéld azokat az élethelyzeteket, amit meg kell élned ahhoz, hogy elkövesd azokat a hibákat, amit elkövetsz. És akkor ebben nem öregszik bele a test? Gondold végig. Hát ilyenekben öregszik bele a test. Hogy problémát problémára halmoz az ember. Ezek miatt. És ebből ki lehetne lépni? Erre most adatod meg a lehetőség ebben az életben. Ha ebben az életben nem csinálod meg, akkor bottal ütheted a nyomát. Oké? Okay. Tehát egy olyan fajta működésünk lehetne, ami több, mint az aranykor. Mert az aranykor is csak egy átmenet lenne ehhez. Az aranykort még ebben a testben élnénk meg. És a következő test már nem ez lenne. De nagyon jó, mert ebben a testben megtapasztaltad, hogy mi a jó, meg mi a rossz. És tudsz különbséget tenni a jó, és a rossz között. És nem hagyod a rosszat, és a jót meg támogatod majd. Érted? Hát mert most nézd meg, a legtöbb ember mit csinál a jóval, vagy a rosszal? Hagyja. Mit csinál a jóval? Nem támogatja, nem örül neki, nem? Annyi csak. Csak ezt úgy hívják, hogy mulasztás. No, hát letelt az időm az első résznek, hogy a második részben emberi bánásmód coachképzésünk lesz. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, további jó tanulást kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!
Én amíg gyerek voltam, azt láttam, hogy milyen jó itt, és az emberek milyen boldogak is. Tehát amíg gyerek voltam, én azt láttam, milyen jó itt, és milyen boldogságban és szeretetben élnek az emberek. Majd felnőttem, és nem ezt láttam, és nem ezt tapasztaltam. Mindig kerestem azt a, mindig vágytam ismét arra boldogságra és szeretetre, amit gyerekkoromban éreztem. Arra azt hittem, hogy ha majd bekerülök az iskolába, biztos ezt megtanítják velünk, vagy megkapjuk. Hát ez nem így történt. Eltelt egy jó pár év, mire én ezt megkaptam. Ezt pedig nem mástól, mint Szedlecsik Miklóstól és tanításaitól kaptam meg. Itt megkaptam mindazt, amit, ami ahhoz kell, hogy szabad, boldog életet élhessek. Megkaptam mindazt, hogy hogy kezeljem a páromat, a gyerekemet, a szüleimet, hogy kezeljem a pénzt. Akkor azt is megkaptam, hogy hogy kezeljem másokat, a munkámat. Nekem először furcsa volt, amikor eladás közben mondta Szedlecsik Miklós, hogy ilyen tudást, mint a PPH nem kapok sehol, és ez számomra most már tényleg nem furcsa, hanem megtapasztaltam, és hiszem és tudom, hogy valóban azt a tudást, amit itt kapunk, nem kapom meg sehol. Megtapasztaltam azt is, hogy nincs másik ilyen etikus, elkölcsileg tiszta szervezet és tanító, mint Szedlecsik Miklós. Én nagyon tisztelem őt, tisztelem a hatalmas kitartása. Ő, amit célokat kitűz, azt ő végigviszi. Minden eredményt, amit elért, azt saját magának köszönheti. Én hálás vagyok neki, mert valóban én 4 éve vagyok tanulója a PPH-nak, és azokat a módszereket, amit ő átad nekünk és tanít nekünk, én tényleg valóban azt tudom mondani, hogy egy teljesen új, új életet kaptam, egy teljesen más világszemlélet. Én azt üzenem azoknak, akik most hallgatnak minket először, egy percig se gondolkozzanak, mert legjobb helyen vannak. És valóban olyan tudást tudunk átadni nekik, amivel olyan módszereket, amivel az életüket teljes mértékben, problémáikat meg tudják oldani. Köszönjük, Ibolya! Eredendően én Vasester Gályos voltam, ebben kezdtem az életemet, igen. Gyuláról jöttünk a feleségemmel, családi helyzetünk ugye egymás párjai vagyunk, van egy lányunk. A Nyílt Akadémián azért kezdtem el tanulni, mert itt találtam meg kompletten azt a tudást, amit egész életembe kerestem. Sőt, még annál sokkal többet is, mint amit eddig elképzeltem. Hát, hogy eddig mit adott a Nyílt Akadémia? Adott egy nagyszerű mestert, adott csapatot, új gondolkodást, új célokat, új világszemléletet. Igen, kaptam a sugárt, hogy jó párkapcsolatot. Igen, ez az egyik leglényegesebb egyébként, mert ugye nem jó, hogyha a férfi teszi az asszony. Ez nálunk elmúlt. Hát és én is szintén azt tanácsolnám, hogy ne sokáig gondolkozzon, aki most itt azon gondolkodik, hogy befizessen. Én elég hamar megtettem, egy másfél hét után elkezdtem a képzést. Ne sokáig gondolkozzatok. A szünet után emberi bánásmód coach-képzésünk lesz. Hogyha van lehetősége, akkor megnézheti még azt is itt élőben a helyszínen, vagy ha valakinél ott ül, aki jogosult megnézni az előadást, meg lehet nézni egyszer. Aztán már tényleg dönteni kell. Köszönjük, hogy részvételével megtisztelt minket. Hogyha mi is tetszik és nem érdekli, amit
mi most itt mutattunk, akkor elköszönünk Öntől. Most pedig 20 perc szünet következik. Köszönöm szépen.